Suzuki Swift kuplung és amit érdemes tudnod róla. Sziasztok, én német Sándor ez pedig a Suzuki Alkatrészek webáról, ez egy újabb blog videóra. 2003 előtti gyártott Suzuki kuplung lesz szó. Mit érdemes tudnod róla? Oké, okay. tehát először is a régi szívteket. kétfajta kuplung szerelték, attól függően, hogy mekkora motor van benne. Van egy 1.3-as és egy 1000 es verzió. Sokszor megkérdezitek, hogy mi a különbség, ezt mindjárt meg fogom mutatni. A lényeg az, hogy kettőféle lehet. Vagy ezres, vagy egy hármas. Nem változtattak bele. Az egy as kuplunk akkor is jó hozzá, ha 8 szelepes, és akkor is jó hozzá, hogyha 16 szelepes motor. Ebben sem történt változás. Először is megmutatom nektek, hogy mit, mit találtak egy kuplunk és mit kell benne kicserélni. Ez egy Nippász gyártmányú kuplunk Többek között azért választottam ezt a márkát, mert a többi gyártó Luk vagy Valeo mellett ez az, ami árban a legkedvezőbb, és már egy minőséget képvisel. Amikor kuplungot cseréltek, akkor mindig három alkatrészt kell kicserélni benne, a szedben is ezt fogod megtalálni. Van benne egy kuplungtárcsa, van benne egy kinyomócsapágy és van benne egy kuplung szerkezet. Jó, ezt a hármat kell kicserélni. Ha esetleg arra gondoltál, hogy szeretnél megspórolni 3-4 ezer forintot, hogy te nem cseréled ki ezt a csapágyat, vagy mondjuk csak a csapágyat cseréled ki, meg a szerkezetet, ezt ne tedd, mert egy, két dolog miatt. Az egyik az, hogy egymással szorosan összefüggő alkatrészek. Ha nem szedben cseréled ki, egyrészt nem fog rá garanciát válni se si a szerelő, se si az értékesítő, nem leszel vele előrébb. Ráadásul lehet, hogy kicseréled az egyiket, és két hónap múlva tönkre megy a másik, újra el a szerelőhöz, megint nem tudod használni a kocsidat, és megint ki fogod fizetni még egyszer a szállítási, javítási költségeket. Jó, tehát ez az 1-3-as mutatom neked az ezrest is. Az alapvető különbség az ez lesz, az ezres kuplunk, mint látod, sokkal kisebb az átmérője, mint az 1-3-asé. Jó, tehát ha neked ezresed van, akkor az ezres kuplunk szettet kell választanod, az 1-3-as esetében pedig ezt. Ha tetszett neked ez a videó, akkor gyere iratkozz föl, és értesülni fogsz a következő videó blogbejegyzésünkről.